Nagyon sokat találkozunk mostanában a fesztiválokon, most éppen itt vagyunk Mezőtúron az East Festen, ahol már tavaly is felléptünk. Az a tök jó ezen a fesztiválon, hogy a tematikus műfajokat tök jól befogadják. Itt egy csomó rap fellépő fellép a három nap alatt. Éjszakon élet, keleten nyugaton, szól a babon a hip-hop, a fejünk holomat, ramadunk a szavakon. Éjszakon élet, keleten nyugaton. Általában úgy csináljuk a fellépő listát, a setlistet, ahogy mondani szokás, ez azokból a dalokból áll, amit előadunk, hogy van nagyjából egy 80% fix, ezt összeraktuk nagyjából tavasszal. Ez főleg amiatt volt, hogy tudod, kijött az új lemezünk, és hogy minden meglegyen mellé. Van egy csomó dal, amit most járatunk be, például a Kisember, a Menta szóló, az most lett zenekarra megcsinálva, illetve hát az új dalunk, az új videóklipes dalunk, az enyém, ez a nagyon nyári, amikor lányok rappelnek helyettünk, ezt nagyon sokan szeretik. Ez most az elmúlt egy hónapban lett úgymond ilyen slágeresebb, és egy ilyen nagyon fix pontja a fellépésünknek. Általában minden évben azt veszük észre, hogy nem is regionálisan lebontva, de van egy ilyen húzós láger. A tavalyi évünk a Szófel 2-ről szólt, az idei év eddig az Adogatról, ami ugye tavaly decemberben jött ki a videóklip, ez a Nobody Musza közös. Ez főleg ami a gyors, nagyon ilyen dubstepes, lehet rá ugrálni, és ezért a fiatalok nagyon-nagyon szeretik. Én azt gondolom, hogy az új az enyém lesz. Tényleg az elmúlt pár hétben előadtuk mind zenekarra, mind a DJ-szetes felállással, és zseniális, tök jó látni, hogy a refrént énekli mindenki, vágják a szövegeket, várják, és úgyhogy nekünk ez pozitív, nagyon kell, és nagyon-nagyon fontos. Aki velük van, az felteszi, yeah! Aki velük van, az felteszi, yeah! Aki velük van, az felteszi, yeah! Aki velük van, az felteszi! Az idei év 80%-ban a fellépésekre van kiegyezve, ez amiatt van, hogy rengeteg van belőle, tehát egy csomó fesztiválon vagyunk, dupla napokat, nulladik tematikus napokon fel szoktunk lépni, és idén az tehát hogy a nyár tényleg nyomjuk csöve, mint egy állat, de emellett már készülünk egy új dologgal, valamikor évvégén lesz egy pár számos valami, hál' Istennek elég impulzív a nyár, de a számírással relatíve kevesebb jut, viszont ősszel több lesz, és hogy mindenképpen én azt gondolom, amikor már a hidegebb hónapok beköszöntenek, illetve azért októberben 30 évesek leszünk a Brassal, addigra azért lesznek mindenféleképpen új dolgok tőlünk is.